Kedves nézőink, Környezetünk védelmében című műsorunkat látják. Szeretettel köszöntöm Önöket. Mai műsorunkban a közösségi kertekre fókuszálunk, ugyanis a hétvégén közösségi kertek, ehető városok, alternatívák lakótelepi környezetre címmel szakmai konferenciát rendeznek Egerben. Szeretettel köszöntöm a konferencia egyik szervezőit a stúdióban, Gacsány Ildikót. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk. És Zerényi Endrét, a Kertbarát Kör Egyesület elnökét köszönöm Önnek is. A közösségi kertek, mint fogalom, mint mozgalom, már nagyon népszerű az országban, én azt mondhatom. Én nagyon örülök, hogy Egerben is egyre népszerűbb lesz. Ezt a szakmai konferenciát, ezt miért, milyen szándékkal hívtátok életre? Hozzátartozik a történethez az, hogy ugye a Forrás Alapítvány Eger elindította a Forráspont Liszi irodát kint az északi lakótelepen, és már a projekt alatt is voltak olyan programjaink, ahol kifejezetten a kertészkedésről, és még inkább fókuszáltan a balkon kertészkedésről, a lakótelepen termeszthető ehető növényekről volt szó, és hatalmas érdeklődés mutatkozott. Egyrészt azért, mert az a generáció, aki kint lakik az északi lakótelepen, nagy részének van még hobbi kertje, hobbi telke, és azt műveli is, illetve hát az újonnan beköltöző fiatal családoknál is hatalmas igény mutatkozik arra, hogy tudatosan étkezzenek, hogy tudják azt, hogy milyen terméket honnan szereznek be, hogy tudják azt, hogy ha ő maga megtermeli, akkor az ő munkája van benne, és a sokkal értékesebb. És innen jött maga az ötlet, hogy külföldön ez már nagyon népszerű, hogy különböző lakótelepi környezetekben közösségi kerteket hoznak létre, ahol sok család együtt műveli a kis földterületet, és saját maguknak termelnek meg bizonyos zöldségeket, gyümölcsöket, és arra gondoltunk, hogy igazán megvalósítható lenne az északi lakótelepen is egy ilyen, és ebben nagyon sok olyan személy részt venne, aki most is kint él, és aktívan közreműködik önkéntesként is. Meg hát ugye benne van a fogalomban, tényleg egy közösséget kovácsol maga a kertészkedés is, hiszen milyen jó együtt gyomlálni, együtt leszedni a paradicsomot, paprikát. Na most ezen a szakmai konferencián kik adnak elő, tehát kik lesznek a szakmának azok a képviselői, és milyen témákban, akiket majd hallhat a résztvevő közönség? Ugye, ezt, ahogy mondtam is, tehát, hogy maga az ötlet az alulról jövő kezdeményezés. Mivel azt gondolom, hogy egy ilyen nagy volumenű projektet csak úgy lehet elindítani, hogyha megfelelő szakmai alapokra helyezzük, és megfelelő ismeretekkel rendelkezünk a témában. Fontosnak tartottuk azt, hogy olyan szakembereket hívhassunk meg, és olyan szakemberek beszélgethessenek azokkal az aktív lakókkal, akik vettek már részt ilyen projektekben, és tudják azt, hogy ennek mi a velejárója, és hogy hogyan kell egyáltalán elindítani egy ilyen projektet. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ egy nemzeti vidéki hálózat nyertes pályázatának köszönheti azt, hogy megvalósíthatja ezt a szakmai konferenciát, és itt a konferencián törekszünk arra, hogy amellett, hogy meghívjuk a Városi Kertek Egyesület elnökét, Rosta Gábort, aki ugye Budapesten már 4 közösségi kertet hozott létre, és további 2 van folyamatban. Tehát ő az abszolút etalon Magyarországon jelen pillanatban, aki a szakmaiság mellett áll. Emellett szeretnénk olyan jó példákat bemutatni a konferencián, ami már a mi kis hazánk, tehát Eger területén működő projektek, mint a projektek lehetnek, és rá kellett jönnünk arra, hogy igen sok ilyen szervezet van, aki azzal foglalkozik, hogy a saját környezetét szépítse, még ha nem is kifejezetten a lakótelepre fókuszálva. És mintaértékű és példaértékű az a tevékenység, amiket ők végeznek. Ilyen például a Zöld Panel Egyesület, aki kifejezetten a lakótelepen a saját lakókörnyezetének szépítésére törekszik. Aztán ilyen a Bátorban működő Banyatanya Alapítvány, aki városi emberek költöztek ki falura, hogy önellátó gazdálkodást folytassanak, és teljesen ökoszemlélettel. Vagy ilyen meghívottunk például az Egri Városszépítő Egyesület, aki
sok-sok évtized áll mögöttük is, és rengeteg mindent tettek azért, hogy élhetőbb és szebb környezetben lehessünk. De részt vesz a konferencián előadással az első egri közösségi kert létrehozója is, a H-Union alapítvány. Ők is el fogják mondani a tapasztalataikat, hogy milyen nehézségekkel kellett megküzdeni a kezdeteknél, és nagyon örülünk annak, hogy egy olyan patinás szervezet is részt vesz ezen a konferencián, amelynek a képviselője itt ül mellettem, Zerényi Endre személyében, az Egri Kertbarát Egyesület, és hihetetlen, hogy 40 év munkája van mögöttük, és 40 éve képviselik azt a szemléletet, amit mi most egy kicsit próbálunk népszerűsíteni. Hát igen, 40 év ugye már nem kevés, tehát van önöknek kellő tapasztalatuk, tudnak majd segíteni a konferencia résztvevőinek, annál is inkább, mert úgy tudom, hogy el is mennek majd önökhöz, és megnézik az úgynevezett tankerületet. Mit kell tudni erről a tankerületről? Hadd viccünk, ez egy tankert. Tankerület? A tankert ez olyan... Az egyik tagunknak a kezdeményezésére tulajdonképpen azért hoztuk létre, hogy elsősorban az ifjúságnak lehetősége legyen megismerkedni azzal, hogy Eger környékén is meg lehet termelni nagyon-nagyon sokféle növényt, zöldséget, gyümölcsöt elsősorban, de hát szinte mindenféle olyan növényt, ami étkezésre alkalmas, és hát Eger környékén nem biztos, hogy ismert a szám, de megközelítik 17 ezer olyan nagyjából 1000 négyzetméter körüli ilyen kis terület van, amelyiknek vagy van, vagy nincsen gazdája. Sajnos most nagyon soknak nincsen gazdája, mi azt szeretnénk, hogyha minél többnek lenne. Tehát ha közösségkertként, akkor közösségkertként, hogyha tulajdonosként vagy bérlőként, az teljesen ilyen szempontból mindegy volna. De nagyon jó volna azt a hegemóniát visszaállítani, amit a 70-es években itt Egerben nagyon ügyesen az elődeink elkezdtek. Na most a tankertben azt gondoljuk, hogy valahogy meg kell szólítani a következő, vagy az aztán következő generációt, hogy mi már a nagypapa korosztályba tartozunk sajnos. A kertbarátkörnek az átlagkor életkora megközelíti a 70 évet. És azt látjuk, hogy nagyon nehéz fiatalokat bevonni ebbe, így ebbe a munkába, ilyen közösségi munkába, és azt gondoljuk, hogy ha nem lehet így, hogy valaki egy ekkora nagy terület felvállaljon, akkor próbáljuk meg úgy, hogy egy kicsit. És ha egy kicsit úgy tud, vagy akkor volna értelme ennek, hogyha valamilyen módon hasonló érdeklődésű emberek összefognának és ugyanarra a kis területre járnának, most vagy a házuk elé, vagy akár ki egy ilyen közösségi kertbe, amihez a polgármesteri hivatal is nagyon szívesen az áldását adja, hogy ilyenek alakuljanak. Na most a mi elképzelésünk az, hogy gyerekkorban kell megismertetni a gyerekekkel azt, hogy szeressék és ismerjék és tudják, nem csak úgy tudják, hanem amit hallanak, azt valószínű, hogy hazaviszik estére és elmesélik a családnak, hogy mit láttunk. És így lehetőség van arra nálunk ebbe a tankertbe, hogy a zöldségfélékkel, a különböző gyümölcsökkel, a fákkal, bokrokkal, fűszernövényekkel, gyógynövényekkel megismerkedjenek a gyerekek. Nálunk ezek a növények ki vannak magyar névvel, latin névvel táblázva. Uram, bocsá, hogyha netalántán valamelyik olyan, hogy meg is lehet kóstolni, gondolok én itt cseresznyére, almára, körtére, megyre, szilvára, barackra, és még sorolhatnám, és nem véletlen, nem öncélon sorolgatom ezeket, mert azt gondoljuk, hogy elsősorban azokkal a gyümölcsökkel kéne a gyerekeinknek, unokáinknak jól lakni, amit mi magunk itthon megtermelünk. És sorolhatnék másik 30 fajta gyümölcsöt is, amit örülnénk neki, hogyha a magyar gyerekek magyar gyümölcsökkel élnének és laknának jól, vagy uram bocsá, kapnák meg a szervezetük azokat a vitaminokat, ásványokat, amit egyébként nagyon fontos, hogy megkapjanak. Mondjuk ezt, bocsánat, ezt azért elég nehéz lesz majd a közösségi kertben megvalósítani, mármint a gyümölcsfaültetést, de ezért gondolom fűszernövényeket, zöldségeket, azt mindenképpen. Egyébként önöknél mi jellemző a tankertekben, a biogazdálkodás elsősorban? Nem mondanám biogazdálkodásnak, de törekszünk arra, hogy minél kevesebb vegyszert és műtrágyát használjunk. Belátjuk azt, hogy a biogazdálkodással csak akkor lehetne foglalkozni, hogyha a környékben mindenki azzal foglalkozna. Addig, ameddig elhanyagolt telkek vannak a szomszédban, addig, ameddig a szomszéd egyáltalán semmit nem csinál például a kokáért, addig reménytelen biogazdálkodással foglalkozni. Mi azt gondoljuk, hogy azért olyan
a unokáinknak, gyerekeinknek olyan gyümölcsöket, olyan zöldséget kellene az asztalra tenni, amelyik biztonságos. Hogy aztán, hogy korábban, hogy volt-e permetezve, vagy nem volt permetezve, hogy a megfelelő szakmaisággal tudjuk azt, hogy mikor és mit és meddig lehet. És van, amikor szükség van rá. Hogyha nem csináljuk, akkor azt mondjuk, hogy az a bioalma, amely kicsi, csúnya és férges. Ez nem teljesen így van. Tehát az volna jó, hogyha olyan almát tudnánk termelni, amelyik olyan szép, mint amilyen a nagy élelmiszerláncuknál van, de tudjuk azt, hogy egyrészt, hogy vegyszermentes, másrészt tudjuk azt, hogy egészséges, jó, és pláne olyan fajták, amiket talán 20-30-50 éve nem is hallottunk. Mi ilyenekkel is próbálunk foglalkozni a fajtamentés keretében. Tehát olyan fajtákat elterjeszteni, amik valamikor a házi kertekben voltak. És azokat nem nagyon kellett permetezni, azokat biztonsággal lehetett szedni, sőt, mi több olyan, mint egy almafajtát nem egy napon szedtek le, mint egy nagy üzemben, hanem 3-4 hétig szolgálja a családnak a szükségletét. Mi azt gondoljuk, hogy erre a szemléletre kellene valamilyen módon a figyelmet irányítani, és nem értek azzal, hogy nem lehet a közösségi kertbe fákat telepíteni, mert nagyon sokat látunk. Csak úgy gondoltam, hogy viszonylag kisebbek azok a helyek, de ezek szerint akkor nem, ezek szerint lehet. Én el tudom képzelni azt, hogy például egy ilyen 1000-1200 négyzetméteres helyrajzi számmal rendelkező területet például bérbe ad a polgármesteri hivatal, és nem egy ember veszi bérbe, hanem mondjuk 10-12 egy lépcsőház. És akkor minden további, az termelnek rajta valamit, és ültetnek fákat is, és egészen addig zöldséges kertként használják, ameddig a fák meg nem nőnek, és ha megnőttek a fák, akkor azt meggondolják, hogy mit fogunk alatta termelni. Tehát ez egy folyamat, és nem gondoljuk azt, hogy egy évre vagy két évre kéne közösségi kertet csinálni, hanem el kellene nyitani egy ilyen folyamatot, és az volna jó, hogyha 10 év múlva 5 vagy 6 vagy 8 család örül annak, hogy milyen szép gyümölcseink vannak. Ha már említettük a méreteket, akkor biztos föltérképeztétek előtt, hogy hol lenne igény egyáltalán, és lehetőség arra Egerben, hogy közösségi kertek alakuljanak ki? Igazából nekünk nagy szívünk csücske az, hogy tényleg a felsővárosban lehessen létrehozni helyileg egy ilyen közösségi kertet, ugye nem csak abból a szempontból, hogy tehát én itt ebből, tehát nem szakmailag közelítem meg a közösségi kerteket, hanem mint közösségfejlesztő gondolkodom ebben. És hál' Istennek vannak ilyen szakemberek mellettünk, akik tudják a megfelelő fajtákat, a módszereket, akik ezzel tudnak minket támogatni, viszont azt gondolom, hogy egy olyan lakótelepen, ahol Eger egy harmada él. És azért én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép és élhető kis lakótelep, hiszen rengeteg zöld felületünk van, rengeteg fa van. És ugyanakkor rengeteg olyan terület van, ami parlagon van, illetve hát szemetes, nem rendeltetésszerűen van használva, és ezeket a területeket lehetne ilyen célra hasznosítani. Van is olyan egyébként, ahol tudom azt, hogy házak mögött eldugott kis helyen paradicsompalánta van és nő. Tehát azért ezeket mi így feltérképeztük, hogy vannak erre már kezdeményezések, de azt szeretnénk ezzel az egésszel elérni, hogy népszerűsítsük magát az ötletet, a közösségi kert ötletét. És én azt szeretném, hogy ez egy kicsit egy látványosabb formában valósulhasson meg egy viszonylag ideális környezetben, amit ugye tudjuk azt, hogy előfeltétele az, hogy körülkerített hely legyen, hogy víz hozzáférés legyen. A talaj minősége is nagyon fontos lenne, de én azt gondolom, hogy egy olyan lakótelepen, ami azért elég fiatal városrész, és tudjuk azt, hogy ott törmelék mindent, tehát ott csak magas ágyásokban lehet gondolkodni, ugye? Jól gondolkodom. Igen, tehát hogy ezeket a feltételeket... A már mégis ez kérdőjele. Igen, viszont pontosan ezt akartam mondani, hogy érdeklődést felkeltsünk, az fontos, hogy egy központi helyen legyen és induljon el egy ilyen kezdeményezés, de ugyanakkor, ha már megvan az alapmag, és egyre több embert lehet ebbe bevonni, és egyre több mindenkit fog érdekelni a dolog, és ha látni fogják azt, hogy ez mekkora sikerélmény, hogy sokkal többet ad vissza, mint ami a befektetett munka maga, akkor igen, elindulhat egy ilyen, hogy ott például hatalmas területek vannak parlagon a vasút mögött, és igenis összefoghatnak lakóközösségek. Tehát lehet utána bővülni, kijed menni. Így van.
ha már megjött a kedv. Így van. Ha már említetted az öntözést és a körbekerítést, akkor biztos feltétele az is, hogy az önkormányzattal jól működjenek együtt. Erre látok lehetőséget? Tehát mennyire lehet majd partnert találni az önkormányzatban? Én azt gondolom, hogy maximálisan partnerek, hiszen már a projekt alatt is voltak virágosítási akcióink. Indultunk ebbe az irányba, ami ugye maga az ehető városoknak az eszméje, hogy közterületre ehető növényeket telepíteni. És igen, ez egy elég idegen dolog még manapság nálunk Magyarországon, de például elértük azt, hogy vannak olyan új gyümölcsfák telepítve a felsővárosba, ahova, tehát lehet, hogy egy díszfa szebb lett volna, de ez ennek sokkal jobb lesz a funkciója majd, hogyha megnő. Vagy ott van például a Zöld Panel Egyesületnek a kezelésében álló terület, ahol fűszernövények vannak, és már használják, és nem csak úgy működik, hogy csak az vesz belőle, aki ültette, hanem ott az egész lakótömb, vagy akinek éppen eszébe jut. Tehát, hogy ebben is partner az önkormányzat, hogy ezeket már megengedte, illetve most ezen a konferencián is részt fog venni a Városüzemeltetési Iroda egyik képviselője. Lesz egy kerekasztal beszélgetés, ami pontosan azt célozza, hogy azok az emberek, akik az aktív helyiek is ebben gondolkodnak, párbeszédet kezdeményezhessenek azokkal, akik döntési pozícióban vannak, és meg kell találni azokat a közös utakat, amin el lehet indulni egy sokkal nagyobb cél felé, egy sokkal nagyobb eszmény felé. Ön mit tud egyébként tanácsolni azoknak, akik most még egyelőre lehet, hogy hezitálnak, hogy majd belevágjanak egy ilyen közösségi kedbe? Tehát mivel tudná egy kicsit motiválni őket? Az Egyesületünk minden olyan lehetőséget megpróbál megragadni, amivel a csirájába ezeket a dolgokat el lehetne indítani. Úgy is mondhatnám, hogy a saját küldötteink által is, tehát beszélgetünk arról is, hogy néhányan laknak a panelokba, itt a felsővárosba is, és beszéljük is rá őket arra, hogy próbáljanak ebbe az irányba elindulni, hogy akár milyen kis darab földön, 30 négyzetméter, 50 négyzetméter, hogy a jó példával. Aztán minden évben tartunk magbőrzét, a magbőrze azt jelenti gyakorlatilag, hogy elvileg cserélni hoznak oda vetőmagokat, vagy szaporítóanyagokat, de hát nyilván akinek eddig nem volt, az nem igen tud cserélni, akkor tud majd cserélni, hogyha már volt valamilyen tapasztalata, vagy tudott magot fogni valahonnan. De a lehetőség van arra is, hogy aki most hozzá akar fogni, hogy ajándékba kapjon. De most az ajándékba kapott magnak megvan az a nagyon-nagyon komoly értéke, hogy mellette beszélgetünk. Tehát ugye 30-40 forintért lehet kapni egy csomag magot, nem egy olyan óriási dolog, hogy nem a boltba veszem meg a vetőmagot, hanem hogy kapom valakitől, de hogy kap mellé jó tanácsot, hogyha szükséges, vagy ne talántán, hogyha szükséges, akkor egy kapát vagy egy gerebjét is, akkor valamivel hozzá lehet fogni. Én azt gondolom, hogy ezek a kezdeményezések nagyon jók, és nem biztos, biztos, hogy kell egy szervezet, amelyik ezt összefogja, és segíti, és propagálja, és a többi, de igazából egy kis lelkesedés kell hozzá. Tehát kell egy valaki, aki végigjárja a lépcsőházat, és 3-4 embert rá tud arra beszélni, hogy gyerekek, fogjunk hozzá, nem lesz ez rossz. És hogyha ez elindul, akkor elindul a következő lépcsőházba is, meg a szomszédba, tehát egy valami kis élesztő, hogyha egy ilyen kis erjesztő anyag, hogyha lehet így mondani. És van is, mondom, 3-4 olyan kertbarátköri tagunk, aki gondolkodik rajta, meg hogy mivel tudtok segíteni, meg bizonytalankodik, hogy hát megmaradnak egyáltalán azok a növények, meg hasonló, de nekünk jó tapasztalataink vannak ilyennel. Tehát hadd mondjam el az példának okáért, hogy mi foglalkozunk ilyen közterület örökbefogadással, ahova viszünk ki virágokat, netán még olyan is, mint például a Csiki Sándor sírkertjébe, ahol a leándereket vittünk, és éveken keresztül megmaradtak a leánderek, és nem vitték el őket. Pedig azt csak fel kellett volna emelni és elvinni. És én azt gondolom, hogy ezek a dolgok úgy szép lassan mennek. Azt is talán gondolnánk, hogy ha biztatásnak tűnik ez, hogy nem tiltással, hanem jó például meg neveléssel kellene. Tehát az, hogy kiírom, hogy ez tilos elvinni, attól nem biztos, hogy nem viszik el.
De hogyha többen foglalkoznak egy házba vagy háztömbbe ennek a kis területnek a rendbentartásával, akkor mindig lesz olyan, aki észreveszi azt is, aki esetleg illegálisan akar oda bemenni. És akkor egy-két év alatt lesz egy olyan sikerélmény, hogy já, milyen érdekes, hogy ezt mit csináljuk, és idegenek nem nyúlnak bele, mert tudják, hogy ez a közösségé. Tehát én azt gondolom, hogy van ennek létjogosultsága, sőt, mi 3 évvel ezelőtt indítottunk egy úgynevezett panelprogramot, tehát egy kis kertet a panelosoknak, és ilyen csirájában ténylegesen így vagy vannak ilyen kezdeményezések, de ezek nem látványosak egyelőre. Ez nagyon jó, hogy a szervezet felkarolta ezt a lehetőséget, mert látványosan is kellene csinálni. Tehát úgy, hogy tényleg az is jó, hogy a tévé foglalkozik vele, mert megnézik sokan, és azt gondolják, hogy ha másnak sikerül, akkor nekünk is sikerülhet. Tehát önökhöz majd mehetnek mindenképp tapasztalatért, segítséget, mert ugye az interneten minden ott van, tehát ha már az nem tudom, hogy kell elvetni valamit, megnézem a neten és ott van, de az egyáltalán nem ugyanaz, mintha önhöz bekopogok. Nagyon fontos az is, hogy mit lehet, mit nem lehet majd egymás mellé vetni, gondolom, tehát itt apró dolgoktól elkezdve, vagy kis gondoktól elkezdve aztán bármi adódhat, úgyhogy önöket akkor nyugodtan felkereshetik. A honlapunk is van, 2 hetente rendszeresen előadásokat tartunk, tehát inkább előadásokat, mint azt mondjuk, hogy rendezvényünk van, mert mi azt gondoljuk, hogy ez sokszor inkább ilyen interaktív beszélgetés, és hát sok olyan dolog felmerül, ami ténylegesen nagyon-nagyon kezdő kertészkedők is nagy figyelemmel hallgathatnának. Hát néha vannak is vendégeink, minden egyes foglalkozásunk teljesen nyílt, bárki megjelenhet, nem kell hozzá tagnak lenni, örülünk nekik, hogyha mások is érdeklődnek az ilyen tevékenység iránt. Még egy fontos dolog a végére, hogy azért itt már szó esett a mag cseréről, de azért ez önellátó, tehát az, aki vállalja, hogy neki lesz egy kis darabja, darab földje ott a közösségi kertben, ő veszi meg a palántát, ő gondozza, tehát onnantól kezdve minden felelősség, munka, de munka gyümölcse, majd, hogy nem szó szerint, öröme is őt éri. Ugye? Tehát jól értelmezem, innentől kezdve mindent neki kell vállalni, és mihez vinni. Igazából azt gondolom, hogy az indításhoz mindig kell egy jókora löket kívülről. Tehát ez lehet bárki bármennyire lelkes, és bármennyire szeretne csinálni, hamar elfogy a lelkesedés, hamar elfogy az önbizalom, és kell az tényleg, amit Endre bácsi is mondta, hogy igenis ott állni mögöttük, és akár úgy ott állni mögöttük, hogy pályázati úton segítséget kapni és nyújtani, hogy közös dolgokat beszerezni, mint például, ahogy a bátoriaknál működik, hogy vannak közös eszközeink, amit együtt használunk, és egymásnak segítünk. Tehát, hogy pontosan az lenne a lényeg ennek az egésznek, hogy ez nem magánkert. Nem csak én csinálom, csak saját magam, hanem közösen dolgozunk valamiért, és együtt élvezzük ennek a pozitív hozadékát. És pontosan ezért fontosak közösségfejlesztési szempontból a közösségi kertek, hogy ez egy alkalom arra, hogy találkozzanak, hogy beszélgessenek, hogy tapasztalatot cseréljenek, hogy munkát cseréljenek, és egymásnak segítsenek. És ez már egy olyan személyiségfejlesztés, ami hozza magával a többi folyamatot, hogy egyre szorosabbak a kapcsolatok, és egyre nagyobb a bizalom, és reméljük, hogy ez így szépen majd így gyűrűzik. Akkor megéljük azt is, hogy nem csak az lesz kiírva majd a lépcsőházak aljára, hogy ma kitakarít, hanem ma kilocsol. Esetleg ugye idővel. Még a végén el ne felejtsük, hogy mikor lesz pontosan a szakmai konferencia és hol. A szakmai konferencia a Vitkovics Alkotóházban lesz. Ez most pénteken és szombaton, tehát 17 és 18-a július, illetve még azt el kell, hogy mondjuk, hogy próbálunk a nagy közönség felé is nyitni egy kicsit, hogy a szakmai konferencia résztvevőin túl legyenek, tehát legyen arra lehetőség, hogy családok, kisgyerekes családok, anyukák, apukák, nagymamák jöhessenek, és kicsikét belepillanthassanak ebbe a dologba. Pontosan emiatt ez egy szombati nap, 10 órától egészen 3 óráig az udvaron, a Vitkovics udvarán várunk mindenkit szeretettel. Ott a Galagonya Báb Színház előadását is megtekinthetjük, a Tarkarét Manuit, ami szintén kapcsolódik egy kicsikét a kertészkedéshez, illetve a konferencián résztvevő szervezetek standokkal fognak bemutatkozni, és különböző játékokat, kerttel kapcsolatos játékokat próbálhatnak ki az érdeklődők.
Köszönöm szépen. Még valamit még tegyem hozzá, igen, hogy mi éppen megpróbáljuk, hogy megkóstolják meg, hogy tudják, hogy levendula, menta, citromfű, és még valami egy-két gyümölcsből szörpel próbálunk a gyerekeknek kedveskedni a családi napon, tehát szombat délelőtt. Rendben. Nagyon szépen köszönöm, hogy elhozták hozzánk ezeket az információkat. Kedves nézőink, most egy bejátszással folytatjuk a középfeszültségű szabadvezetékek oszlopait. Nemrég madárbaráttá alakították. Erről nézzenek meg egy beszámolót. Országosan évente 170 ezer madár pusztul el áramütésben, csak a fehér gólyáknál százas nagyságrendről beszélhetünk egy-egy tájegységben. A felmérések azt mutatták, elsősorban a délborsodi, délhevesi rész a legkritikusabb, ezek voltak a legveszélyesebbek a madarakra. Ezért is döntött úgy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, hogy igyekszik madárbaráttá tenni a vezetékeket. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság jelentős védett természeti területekkel rendelkezik, és ezeken a természeti területeken nagyon sok védett állatfaj és növényfaj él. Az eddigi törekvéseink azt célozták, hogy magát a területet kezeljük, és biztosítjuk ezeknek a növényfajoknak a védelmét, és most jött el annak az időszaka, hogy tudunk gondolni a madarakra is, és a felmérések alapján a délhevesi és a délborsodi tájegységben volt az a nagyon-nagyon kritikus terület, ahol ezek a védett madarak nyilván tevékenységükből függően szállnak, repülnek és nekiütköznek egyrészt a vezetékeknek, másrészt pihenőhelyül szolgál azoknak a magas vezetékeknek a felső része, az oszlopfeje, amire rászáván sajnos áramütést szenvednek. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság most záruló, az Európai Unió által támogatott, összesen több mint 1,3 milliárd forintos programja során szigetelték, lecserélték az oszlopfejeket, illetve bizonyos helyeken földkábellel váltották ki a középfeszültségű 20 kW-os légkábelt. Több mint 1700 kilométernyi vezeték vált madárbaráttá. Alapvetően két veszélyforrást jelent a madarakra nézve. Egyrészt akár a kisebb, de leginkább a nagyobb, lassú, röptű lomha a gyors irányváltoztatásra kevésbé alkalmas vagy képes madárfajok esetében a vezetékeknek való ütközés az, ami problémát okoz. Konkrét adataink, megfigyeléseink vannak, vagy voltak ezzel kapcsolatban. Teszem azt, említhetném a túzokot, ami az egyik legfontosabb természeti értéke, madártani értéke a területnek. Hát az elmúlt 10 év során több vezetéknek ütközött madarat is elpusztulva találtunk, és hát ez egy ilyen kis populációnál, mint a túzok, már a délhevesi túzokállomány meglehetősen érzékeny érinti magát az állományt egy-egy madár kiesése vagy pusztulása. Tehát részben egy ilyen közvetlen ütközés által is érülés, illetve pusztulás. Ez az egyik veszélyforrás, a másik pedig ugye hát az oszlopokra, oszlop fejszerkezetekre kiülő madarak. Ezek elsősorban azért többnyire ragadozó madarak, illetve gólyák, nagyobb testű madarak. Ott pedig ugye az áramütés az, ami a legfőbb veszélyeztető forrás jelenti a madarakra nézve. A projekt fontos eredménye, hogy a területen költő, átvonuló és telelő védett, illetve veszélyeztetett madárfajok, mint a kékvércse, a parlagisas, a kerecsensólyom, vagy éppen a túzok egyedei között az áramütés következtében előforduló pusztulások csökkenthetők, vagy megszüntethetők legyenek. A vezetékekre úgynevezett fireflyokat, azaz olyan fényvisszaverő eszközöket helyeztek el, amelyek fluoreszkáló felületét a madarak akár ellenfényben is észreveszik, így elkerülhetik a nagy valószínűséggel halálos kimenetelű ütközést. Több éves munka során is próbálták kideríteni, hogy mennyi madár pusztul el évente. Csak ilyen számokat tudnák mondani, hogy mondjuk Tiszadorogma és Tiszabábolna mellett tavaly évben a kirepülési időszakban 25-30 fehér gólya pusztult el, csak ott. Ugye a fehér gólyánál százas nagyságrendű, a tájegységben akár ezres is lehetett korábban, ameddig nem kezdődtek meg a szigetelések. Országos szinten akár több tízezres. A madárfészek mentési akció már 30 évre nyúlik vissza hazánkban, még az áramütések elleni védekezés a 90-es évek végén indult. A mostani, tavaly márciusban indult projektnek is több éves előzménye volt. A program zárásakor elhangzott, az áramszolgáltató a beruházással egy időben karbantartási, rekonstrukciós munkálatokat is végzett.
A társaság a fejlesztés összköltségének egynegyedét termelte ki. Bár elsősorban természetvédelmi projektről van szó, de a hálózaton is végeztünk észszerűsítéseket. Több mint 400 helyszínen feszültség alatti munkavégzésről beszélhetünk, ennek többszöröse volt a feszültség mentesített helyen végzett munka. Csak nem 3 kilométernyi légvezetéket fektettünk földkábelbe, s lerövidítettük az oszlopközöket is, árult el a társaság igazgatóságának tagja. A beruházás azért is jelentős, mert bár vannak hasonló törekvések, ekkora területen még nem alakítottak át madárbaráttá elektromos vezetékeket. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmüket, Önök a Környezetünk Védelmében című műsorunkat látták. Köszönöm, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk jövő hónapban is. Viszontlátásra!